Na, Csácsom, hogy csőt ezt a csokolád és traktorkerék, üdv a csatornán, Keeper vagyok. Amint látjátok, rendhagyó kis videóval érkeztem. Hát egy ilyen tech jellegű videó, mivel tegnap 5 óra szenvedés után sikerült felküldenem a Samsung Galaxy Note 2-mre egy másmalót, ami nem más, mint a 6.0-as Android verziós szoftver gyakorlatilag, ami a legújabb, ugye. Annyit lehet róla tudni, hogy ugye ez körülbelül 1-2 hónapja megy ez a szoftver, így rakják bele ugye komolyabb, újabb telefonokba, de nagyon-nagyon kicsi szegmenset foglal el gyakorlatilag az androidos palettán. Talán ilyen 1-2% a mobiltelefonoknak, ami már rendelkezik ezzel az applikációval. Úgy oldottam meg, gondolom, most már részt látjátok ti, legalábbis remélem, hogy sikerült megoldanom, hogy egy ilyen multiscreenbe mutatom, nektek veszem a telefonnak a képét is, meg még ráadásul veszem a kezemet is, hogy azt lássátok, hogy mit művelek. Ugye a Note 2-n azon gyárilag egy talán nem is tudom pontosan, hogy milyen, de az a lényeg, hogy egy 4-es verzió számú Android volt, ami talán ugye, mivel Ice Cream Sandwich volt 4-től 4.04-ig, elképzelhető, hogy az volt, és talán fel tudtam még frissíteni ugye mindenféle hackkelés nélkül Jelly Bean-re, de nem is vagyok benne biztos, hogy egyáltalán az lehet, hogy Jelly Bean-re fel tudtam frissíteni, de ugye a KitKat, meg a Lollipop, meg ez a Marshmallow, ez egyáltalán nem elérhető volt ezen a készüléken, ami sajnálatos, ugye, mivel tényleg nem tudsz szoftver frissíteni régebbi készüléken egy újabb Android verzióra, és most gondolom a szkeptikusok így felhördülnek, hogy hát már minek is rárakni egy régebbi telefonra egy ilyen újabb Android verziót, mert biztos akad, meg biztos problémák vannak vele. Ez az egyik célja a videómnak, hogy szeretném megmutatni, hogy ez tévhit. Hogyha van egy megfelelő vassal rendelkező készüléket, akkor nem, nincsen probléma az újabb Android verziókkal sem, sőt, még a legújabbal sem, ami ugye gyakorlatilag néhány hónapos, mint ez a 6.0-as verzió. Na, srácok, ugye a folyamatot nagyon gyorsan leírom, hogy ez hogy működött ennek az Androidnak a felszerelése erre a készülékre. Ugye mindenképpen rutolnom kellett először, tegnap rutoltam a telómat, ahhoz, hogy ugye fel tudjak rakni egy újabb recovery-t, amivel a tört 6.0-as Androidot ugye fel tudtam installálni, de az egészben még a csavar az volt ugye, hogy nem SD kártyán keresztül, hanem egy ilyen számítógépes szerver, mármint egy szervert kellett létrehoznom ugye a számítógépen, és azon keresztül tudtam feltolni az Android verziót, szóval el voltam vele egy darabig. Mit kellene tudni erről az egészről? Hát a kinézet az sokkal letisztultabb. Kicsit megmondom őszintén, én használtam ugye az újabb típusú iOS-t is, és kicsit, mintha hajazna arra. Ugye sokkal kisebbek az ikonok, letisztultabbak, nem azok a marha nagy ikonok, amiket megszokhattunk. Mit mutassak nektek, gyerekek? Szerintem nagyon szuperul néz ki, az értesítések itt jelennek meg alul, hogyha tovább lehúzod, akkor ezek a dolgok jönnek. Itt ugye egyben elérheted a beállításokat is, akár a beállítások is egész máshogy néznek ki. Ez is egy picit, mint hogyha nagyon-nagyon kicsit hajazna már egy iOS-ra. Lehet, hogy egy pici iOS koppintás van benne, de nem mondom ezt tutira. Gyors akkor már, hogyha itt vagyunk, akkor rátérek megmutatok egy-két dolgot, rátérek például a memóriára. Most nem fut semmi extra, inkább akkor a memóriát később akarom megmutatni, hogy mennyit szabál. Dátumidő, oké, hát ez pont nem nagyon érdekes, talán tudok még egy-két dolgot mutatni. Az is érdekes például, hogy most már ugye érinthetőek gyakorlatilag az összes kezelőszerv, például a Zaksira rámész, akkor ugye előjön az akkumulátornak a része, a menüje gyakorlatilag. Az órára rányomsz, ugye akkor előjöhet a beállítások, mondjuk, hogy mikor akarok kelni, ugye 5 óra 40-kor kelek én. Oké. Riasztás hány óra múlva?
Hát, mit mutassak, srácok? Szeretnék meg... Ja, igen, és még egy kis lopást mérzek itt az Androidnál, ugye a Google, mint hogyha megint lopod volna egy picit, és az nem, és nem más honnan, mint... most kövezetek meg, de én használtam Windows Phone operációs rendszert, és Windows Phone operációs rendszerben pontosan így lehetett elérni az alkalmazásokat. Ugye ez a kettő, hát ezt mindenki tudja, hogy ezek, ilyen, ezek a screenek, ahol ugye ikonokat raksz ki, de ugye maguk az alkalmazások és a többi nyalánkság az itt található. Ez is nagyon érdekes, hogy kijön, ez is nekem nagyon bejön, hogy így kiugrik, de amint látjátok, most már ilyen ABC sorrendben van default ez az egész. Tudsz keresni így is, ugye rajt, egy ilyen csúszkával, és tudsz így bele is pörgetni. És ez speciál, ez pontosan így néz ki, hát nem pontosan így néz ki, mert ugye más kicsit a design, de pontosan ilyen, így működik a Windows Phone-nál, ugye a Microsoft, ugye Microsoft telefonoknál, a Lumiáknál. Na, itt ugye egy-két dolgot már így feldobtam, nem túl sokat, amint látjátok, ami eredetileg rajt volt, ugye Antutu nem volt rajta, az Antutut felraktam, nagyon érdekes, mivel azt is meg fogom mutatni, ez mármint olyan szempontból, meg olyan aspektusból érdekes, hogy az újabb Android verzió nem biztos, hogy ugye jobban zabálja a gépet, mármint az eszközt. Van ugye hangrögzítő, meg ezek a tipikus hangalapú tárcsázás, meg ilyesmi, e-mail küldés, fájlkezelő. A fájlkezelő az nagyon szépen működik, nagyon kis kellemes. Nagyon letisztult minden egyébként, arra mentek rá, hogy minden ilyen egységes, minden ilyen letisztult, kb. Olyan, mint magának a Google-nek is, hogy a szerkezete, ha megfigyelitek, már egyre minimál design akarják erőltetni ugye magában hát a YouTube-on azt mindenképpen, meg ugye a Google-be is egyre inkább a maga a szimbólum, ugye a Chrome szimbólum, az egész design egyre inkább ilyen minimalistásabb design akar lenni. Na, srácok, mit mutassak még belőle? Óra, playáruház, hát igen, számológép, hogy néz ki esetleg, azt meg tudom mutatni, ugye most teljesen más a dizájnja ennek is, például ugye ilyen narancssárgás, pirosas, szürkés volt eddig, ez is ilyen halál letisztult lett, és most szándékosan meg is fogok nyitni egy-két dolgot, hát a telefon funkció, azt még én még megmondom őszintén, ki sem próbáltam, hát ez is ilyen nagyon-nagyon minimál az egész, de egyáltalán nem zavaró, nagyon megszokható. Első blikre nekem furcsa volt kicsit, de most már kezdem kedvelni. A zenelejátszó, nincs egy darab zeném sem fent, úgyhogy nem tudok vele mit csinálni. Témák vannak, lehetőségek témákra, gyakorlatilag mindent át tudsz szállítani, át tudsz variálni, boot animációtól elkezdve minden tényleg, amit csak szeretnél. Mit nézzünk, srácok, amiket még így felraktam. Nézzük a beállításokba, menjünk bele még esetleg, hát, hogyha ott látunk valami érdekeset. Például, ami nekem nagyon tetszett itt az értesítési felületnél, ugye vannak ezek az eszközök, például egyszer ugye egyből ki is kapcsolhatod, meg bekapcsolhatod a mint látható a... Mi a tököm? A Wi-Fi-t, de ugye tudsz is választani kapásból, szóval nem csak az van, hogy bekapcsolod és akkor várod, hogy előugorjon, mint például a régebbi, nem is tudom melyik verzióban, azt hiszem, hogy az Ice Cream Sandwich-ben meg a Jelly Bean-ben is úgy volt, hogy eléggé necces volt. Bluetooth-nál is ugyanúgy van, például repülőzemből egyből bekapcsolható, most már ugye van zseblámpa, egyből bekapcsolható itt is. Itt még van egy-két dolog éppen, hogy micsoda fut, úgy látom. Ne zavarjanak dolog. Ja, és ugye fiókokat már létre lehet hozni, ugyanúgy, mint számítógépen. Nem tudom, hogy ez melyik verzióban lehet, hogy a Lollipopban van volt. Én a Lollipopot átugrottam, ugye én talán a KitKat-et is átugrottam, én Jelly Bean-es voltam. Aztán talán arra tudtam frissíteni a Notkettőmet alapban. Na, mármint ugye mindenféle Force ROM felpakolás nélkül. Na nézzük, mit akartam még, igen, ezt mutattam. Az is nagyon tetszik, hogy amikor fényerőt állítasz, akkor eltűnik ez az egész eszközsáv, tehát nem így legalább pontosan tudod, hogy mi ez állítod. Mondjuk, ha videót nézel, akkor előhozod ezt, és akkor be tudod állítani, hogy a videóhoz képest, értetek, nem az eszközsávhoz képest kell állítani, hanem be tudod állítani frankon a vidihez képest. Na, mit akartunk még? Ja, még a beállításokba akkor bezizzelünk, aztán mit megnézzük, mobil adathasználat, továbbiak, itt nem is tudom, mik vannak, NFC,
Jó. Gombok, ez micsoda akar lenni? Megjelenítés, hangok és értesítések. Hát gondolom ezek természetesen ugyanolyanok. Hány darab megnyitott programunk van? Nézzétek, nézzétek! Ugye így, ugye most már így tudsz válogatni a programok között. Nem tudom, tényleg most, hogyha a Lollipopba is így volt már, akkor az én védkem azt sajnos nem tudtam. Ugye nézzétek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, csomó, legalább minimum 9 darab program van, ugye egy gombnyomással be lehet zárni őket, vagy félrecsúsztatva is ugye ezt be tudod zárni. Most én ezt azért nem teszem meg, mert mutatok egy memória használatot. Ugye a Note 2-ben 1,7 giga memória van, szóval nem egy olyan nagyon durva erős memória használat, gyerekek. 621 megabájtot teszünk, úgyhogy 9 darab alkalmazás van nyitva, meg mindenféle, meg még ráadásul vesszük fel ugye a screen-t is, azt hiszem, hogy 720p-be veszem a screen-t, ráadásul 60 fps-ben, meg még ráadásul ugye csak 35%-ot zabál a memóriába, a RAM-ból az eszköz így is, mármint ez a Marshmallow rendszer. Szóval ez itt már látszik, ugye, hogy mondhatni tévhit az, hogy egy ilyen újabb Android rendszer jobban megterheli a gépedet. Lehet, hogy igen, egy szarabb hardware-t talán szét tud cseszni, de hogyha van egy normális erős vasat hozzá, például ebben a Note 2-ben 1600 MHz-er 4 mag van, ami nem kifejezetten a mai világban talán már nem egy olyan hatalmas nagy vas, de azért még elfogadható, és szépen fut rajta ez a rendszer. Teljesen zökkenőmentesen egyébként, gyerekek. Még amit szerettem volna megmutatni, Antutu benchmarket futtattam rajta, most nem akarom lefuttatni, én előzőleg lefuttattam. Az a lényeg, én ide bevágok egy képet, meg tudjátok nézni, amikor ugye a full gyári szoftver volt ezen a Note 2-n, tehát a nem tudom hány éves 4.valahányos Android, ami tényleg gyári volt rajta, és akkor volt hardreset, utána közvetlenül futtattam egy Antutut, akkor volt kapott ő 27 ezer pontot, ha jól emlékszem, a ti a képen már látjátok, viszont miután én felraktam ezt a Marshmallow-t, ami 6.0-as Android verzió, és gyakorlatilag a legújabb androidos telefonokra, fullos telefonokra készítik, ebbe produkált 30.655-öt, tehát itt is látható, hogy ugye, ilyen szinten sem lassítja ez az operációs rendszer gyakorlatilag a telefont, mivel ugye az Antutu az mind 3D-s teljesítményt, mind pedig memóriát és CPU teljesítményt, és még ráadásul, ha jól tudom, tárolási sebesség írás-olvasást is mér, tehát ez nagyon szuperül működik az egész. Hát más nagyon nem is raktam fel, szerintem Instagram van rajt, talán, ugye, egy-két dolgot raktam fel, még sajnos ugye mindent tegnap végeztem, mert hát úgy, hogyha nekiáll valaki, hogy gyakorlatilag előtte nem csinált semmit, nem csinált ilyet, ugye egy kicsit azért nyugos, de nem nehéz megcsinálni, akármelyik telefonnál sem, azt, hogy ugye berútolod a telefonod utána, recovery utána, feltelepíted az Android verziót, amilyet éppen szeretnél. Szóval nem egy ördögönség. Na nézzük még a kamerát is, esetleg mondjuk a kamera most itt nagyon nem fog elérhető lenni. A kamera is ilyen halál minimál design, nem tudom, ehhez mindenképpen egy applikációt érdemes felrakni annak, aki azért komolyabban akar foglalkozni a kamera dolgokkal. Ugye ezeket tudod bekapcsolni, időzítő, esetleg tudod a fényerőt állítani, rácsot tudsz ugye kirakni, ahogy akarsz, segédvonalakat jobban mondva, előlapi, hátlapi kamerafordító, meg még ráadásul ez van. Itt ugye más nincs is, oppá, elnézést, nem bezárni akartam. Itt más nincs is, még itt oldalt, ja, ugye meg a fókusz van, itt még itt oldalt tudod kiválasztani, hogy kamera vagy videó, és itt egy beállításoknál, itt még a felbontás minőséget, és még egy-két dolgot be tudsz kapcsolni. Nagyon-nagyon minimál különben ez operációs rendszer, ez a 6.0, de mármint a design, de maga a felépítése az meg elég jó, bár azért itt a fényképező szoftvernél várnék egy kicsit többet, de természetesen ugye minden egyes gyártó maga
testre szabja az Android verzióját, mármint ugye nem csak egy ilyen nyers 6.0-át rak rá, hanem ugye bizonyos funkciókat belerak, meg bizonyos dolgokat, amiket kizárólag mondjuk az ő telefonján lehet elérni. Na, hát nem tudom, hogy miket mutassak, még playáruházat esetleg gondoltam, megmutatom, esetleg leszerek egy szoftvert nagyon gyorsan, úgyis nekem a Facebook Messenger az majd kelleni fog, akkor telepítsük. Azt látjátok, hogy szinte ugyanaz. Annyit még akartam mutatni, most itt kilépek innen, hogy az nagyon érdekes, amikor feltelepedik. 32 másodperc, nagyon szeretem, hogy mutatja ugye a kilobyte per szekundomat is. Nekem a nem tudom tényleg melyik volt, KitKat vagy Jelly Bean, ez egyik sem mutatta, úgyhogy jó szar volt. Azért jó tudni, hogy milyen sebességgel jön attól, nem csak azt, hogy mennyire múlva jön le, ugye. Nem mindig számolgatott, hogy na most akkor milyen netsebességem vagy. Jó, oké. És akkor amint lejött és telepedett, akkor tök jól megjelenik egyből az alkalmazások között. Fizikailag is úgy látszik meg, mint hogyha ott meg tényleg így megjelenik. Nem egy nagy vasszisz, de mindjárt megmutatom, hogy mi a szituáció ezzel. Most telepíti, ugye? Remélem sikerült mindent elintéznem, a képfelvétel is normálisan működik, és a hangfelvétel is. Próbáltam több rögzítő eszközzel rögzíteni a hangot is, hogy normális legyen. Jó. Várjátok, itt én ezt ki kéne kapcsolnom, ezt a Bluetooth-t. Így. Oké, hát ez meddig telepedik ez a Messenger, gyerekek? Nézzünk egy memóriát, esetleg van kedvetek, hogy ránézzünk, hogy mégis mit lehetett, mennyire eszik, mennyire nem eszik? Most már még több alkalmazás fut, 6-18, szép, sima liba, gyerekek. Nagyon jó, megnézzük, hány alkalmazásunk fut. Ennyi alkalmazásunk fut, ATM. 2, 3, 4, elnézést, bocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, akármennyi. Ugye most nem zárok be mindent egyszerre, mert akkor fájna nekem. Sajnos mondjuk a beállításokat, hogy behúzárod, akkor így működik, ugye így tudsz lapozni. Jó, és telepedett is láttátok, remélem, hogy láttátok. Odaugrik, ahova éppen beérkezik, és akkor így kijön az ikonja ott a Messengernek. Jó van, gyerekek. Még amit akartam mutatni, nem jut eszembe, várjátok, mit akartam. Ja, az izé is egész baba rajta, a böngésző, az is szarra le van tisztulva, nagyon jó mondjuk. Kezdődött a fórum. Frankó nagyon gyors, hibátlan ugye. Mármint úgy nincs késési idő, úgyhogy itt is jól viselkedik ugye a rendszer. Teljesen jó, minden tekintetben egyébként vagyok elégedve vele. Megmondom őszintén, most gondolom, lehet, hogy írnátok páran, hogy hát csinálj róla egy tutoriált, hogy ezt hogy lehet felrakni, ezt a legújabb Android. Annyira én nem vagyok profi benne, hogy én most én tutoriált csináljak róla. Viszont rengeteg van a elnézést ezért, remélem nem volt hangos. Rengeteg tutoriál van a YouTube-on róla, hogy lehet minden egyes telefon verziónál ugye felrakni, hogy elég sok minden, elég összetett feladat, szóval most minden egyes telefon verziónál nem fogom tudni megcsinálni, hogy kell, mit kell nyomni, hova kell telepíteni, de YouTube-on, meg mindenhol, Google-ben meg lehet találni. Én is úgy googlöztem ki mindent, gyakorlatilag még nem csináltam ilyet, de tetszik nagyon ez a rendszer. Na jó van, srácok, lehet, hogy elbúcsúzom, kicsit hosszú lett ez a videó. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, és véleményeket írjatok esetleg. Valaki használja 6.0-as Androidot, ezt a Marshmallow-t, Melót, vagy esetleg, hogy melyiket használja, KitKat-et, esetleg Lollipopot. Egyébként azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ezek mind ilyen édességekről nevezik el, nagyon kis frappánsan az Android verziókat, ugye. Például KitKat, meg a nyalóka, májvacukor, ugye a Marshmallow. Na jó van, srácok, tényleg elbúcsúzom, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, remélem tetszett azért ez a kis tekes videó is. Ezzel szenvedtem gyerekek körülbelül 5 órán keresztül, de nekem nagyon megérte, nekem nagyon tetszik, és atomstabil, eddig nem vettem semmilyen hibát észre ezen a rendszeren. Na, jó van, gyerekek, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, csácsumi, csőtészta!